Sziasztok! Ez a Pergamenre hányt szavak csatornája, és a mai videóban kiválogattam a szerintem legbénább főhősöket. Folytatom a sorozatot, volt már a legidegesítőbb karakterek lista, és most jön a legbénább főhősök lista. Egyébként azt szerettem volna, hogy ezek a listák 5 pontosak legyenek, na hát ennél ez nem sikerült. Annyira sok béna főhős létezik, akikről már olvastam, hogy muszáj vagyok bővíteni a mai listánkat. Összesen 8 ilyen embert tudtam felsorolni, és valószínűleg lenne még, hogyha tovább gondolkoznék, de ez is bőven elég nekünk. Mindegyiknek ugyanaz lesz a bűne, szóval nem fogom mindegyiknél ugyanazt részletezni, meg fogjátok érteni, hogy mi a problémám. A legeslegelső karakter az nem más, mint Frodo a Gyűrűk urából. Én sem a könyvben, sem a filmben nem éreztem azt, hogy Frodo bármit csinálna. Azon kívül, hogy eljátsza a nagy halált, hogy neki kell vinnie a gyűrűt, és persze ez egy hatalmas teher. Közben pedig ugye a gyűrű hatalma egy kicsit magával ragadja, sőt, nagyon, és ezért úgy éreztem, hogy egy nagyon gyenge karakterre bíztuk a legfontosabb dolgot a világon, és nem is adja át senkinek, hogy őrizhesse, azon kívül, hogy ájuldozik, állandóan megsebzik, és véletlenül vagy segítséggel mindig kijön ezekből a helyzetekből, semmi más nem csinál. Szóval nem látom benne a törekvést arra, hogy esetleg megtanulja megvédeni magát, vagy akármi, valami fegyvert szerezzen, nem. Elvergődik valahogy étlen szomjan a hegyig, és aztán utána ott ugye tudjuk, vagy aki nem tudja, annak spoiler, nem képes beledobni a gyűrűt, hanem megtartja magának. Vagy hát legalábbis megpróbálja. Nem értem, hogy miért neki kell elvinnie akkor a gyűrűt. Nyilván azért, mert valami tiszta szívű embernek kell elvinnie, aki fixen nem fogja elrakni magának, de hát ez így is besült, így is ugyanaz történt, ami mindenki mással, csak nem olyan hamar, hanem a legvégén. Szerintem Frodo egy különösen gyenge karakter, aki nem elég erős erre a feladatra. A következő Harry, és ezért most agyon fognak vágni azok, akik Harry Potter rajongók, mert én is imádom a Harry Pottert, de nem Harryt. Mindenki más jobban szeretek ebben a sorozatban, mint Harryt, kivéve az utálom karaktereimet. Én végig úgy éreztem, hogy nem Harrynek kellene lenni a kiválasztottnak, és egyébként ezt már többször is mondtam nektek több videóban, a Harry Potterben ez még működött, és ezt még el tudom fogadni. De az, hogy a Harry Potter után, a Harry Potter mintájára mindenhol bejönnek ezek a gyenge főszereplő karakterek, akik semmit nem tudnak a világról, és akiknek most meg kellene oldani mindent úgy, hogy semmit nem értenek semmihez, az nekem borzasztó sok. Én már nem akarok olyan fősökről olvasni, akiknek ugyanezen kell átmenniük, mint Harrynek. Harry éveket tölt az egyik legnagyobb varázsló iskolában, és lusta tanulni, nem tudja magát megvédeni, és ez még elsősként rendben van, de mivel már elsőben találkozik Voldemorttal, ezért nekem az lenne az első gondolatom, hogy én mostantól mindent megtanulok, és külön órákra járok azért, hogy meg tudjam magam védeni, és meg tudjak mindenkit védeni, mert ha én vagyok a kiválasztott, akkor biztos, hogy ez a feladatom. Ehelyett egyetlen részt sem tudok mondani, amikor azt éreztem volna, hogy na, Harry, végre összeszedted magad, végre előrébb vagy a többiektől. Mert nem. Mindig valaki más menti meg, Hermione mindig az, akire számíthat, akinek kiaknázhatja a tudását, és nélküle már rég meghalt volna egyébként. Tudom, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, de engem rettenetesen irritál az, hogy egyrészt ágál az ellen, hogy ő legyen a valaki, aztán amikor elfogadja, hogy ő a valaki, akkor sem csinál semmit. És lehet, hogy Harry nem az a jó tanuló fajta, de azért, amikor megtámadta a dementor, akkor vette magát, és azt mondta, hogy már pedig én most megtanulom, hogy hogy kell a dementorok ellen védekezni. A Phoenix Rennyében már tart ilyen kurzusokat a többi diáknak úgy, hogy ő maga alig tud valamit. Szóval én így éreztem. Ő egy hatalmas negatív szereplő nekem. A többiekkel is ez lesz a problémám, úgyhogy már nem fogok ennyire belemenni. Feyre a következő a Tüskék és rózsák udvarából. Feyre belecsöppen egy világba, amit nem ismer, a tündérek világába, és meg sem próbál megtanulni dolgokat, hanem csak így el van. Aztán összeszedi magát a második részben, már tanul dolgokat, de nem túl ügyes, érdekes, hogy a főszereplők mindig bénák, és utána pedig eljátsza azt, hogy ő valaki, pedig senki. Ez a fő problémám mindig, hogy megkap egy csomó képességet más tündérektől, és aztán eljátsza, hogy ő ezért bármit is tett, és ő erre most büszke lehet, és ő ezért mindenki felett áll, közben pedig az ölébe hullik ez a képesség, szóval azért gondoljuk már át, legalább akkor annyit tehetne, hogy normálisan fejleszti, aztán ez megtörténik, de nekem az egész Feyre karakter nagyon kiforratlan, hol ilyen, hol olyan, nem bírtam elviselni őt sem. Clary a következő a Csontvárosból, és bár én nem olvastam csak az első könyvet félig, de láttam a sorozatot, és ő szintén egy ugyanilyen karakter. Nagyon nem tetszett az ő karaktere, ilyen tipikus lány karakter volt, aki tipikusan belecsöppen egy világba, és kiderül, hogy egyébként ő ide tartozik, mert már a nem tudom, valamelyik szülője, vagy mindkét szülője is árnyvadász volt, és eljátsza, hogy ő valaki ebben az árnyvadász környezetben, úgy, hogy igazából egyáltalán nincs azon a szinten, mint a többi árnyvadász. De ugye megint ő lesz a főszereplő, és megint az ölébe hullik az, hogy ő árnyvadásznak született, csak eddig nem mondták neki. A sorozatból nekem ez jött le. Ophelia következő a Térjegyeseiből, aki ugyanez, a képessége az megvan, és azt fejleszti, amennyire tudja, de rettentő béna karakter, és nyilván azért csinálnak béna főhősöket az írók, hogy jobban tudjunk velük azonosulni, hogy lássuk, hogy kisegerekből is lehet valaki, de akkor legalább annyit tegyenek már meg, hogy erre rá is szolgálnak, de Ophelia sem ezt csinálja, csak sodródik az árral, és el van magának, a tükörjárást is csak hébe-hóba használja, és nem semmiért be is rozsdásodik ez a képessége. Ophelia mindig is az a karakter volt, aki a szerencsékre bízza magát, és persze, hogy mindig az ő oldalára áll ez a szerencse, és ezért tud haladni a történettel. Aztán utána megint kap egy olyan képességet, ami egyáltalán nem az ő érdeme. Bella a következő, az Alkonyatból. Ez csak természetes, hogy ő legutáltabb főhősök tipikus megjelenítője. Ő nem az a karakter, amikről eddig beszéltem, ő nem csöppen bele egy olyan világba, amiben eddig nem, mármint hogy nem derül ki róla, hogy a világhoz tartozna. Belecsöppen persze a vámpirok és a vérfarkasok világába, de ő ott is egy senki marad. És tudjuk, hogy ő nagyon-nagyon sokat olvadozik, meg bénázik, meg életképtelen karakter teljesen. Ő az, aki nem kap levegőt Edward nélkül, meg hasonlók, szóval a tipikus rossz karakter bemutatója, és nem hoztam erre a listára Anasztáziát, mert ugyebár ő is pontosan ugyanez, mert Belláról lett mintázva. Mind a kettő rondának, szürkének tartja magát, bénák, és hát kell nekik egy férfi, aki vezesse őket, és azért ez elég gáz szerintem, egy nő ne legyen már ilyen. Persze, hogy vannak ilyen emberek, de egy főhős az ne ezt a példát mutassa. Nem is miatt olvastam én soha az Alkonyatot, és nem is ő volt a kedvencem soha. Szerintem nem is kéne minden karakternek extra bénának lennie, aki a főhős. Azért szeretne ő tenni, az ellen, hogy semmit nem csinál, próbálkozik, de hát Edward nem hagyja kibontakozni, szóval ezért ez egy igencsak rossz kapcsolatot mutat be ez a könyv, de ezt is átvették, és mintául szolgál a romantikus erotikus regényeknek, ami szerintem nagyon rossz irány. Még két ember van a listán, az egyik Elena a Vámpirnaplokból, aki szintén hasonló karakter, teljesen beleroppan, hogy ő egy vámpírvilágba csöppent, és teljesen életképtelen, és nem bírja magát megvédeni, és két férfinak kell mellette állni, ahogy Bella mellett is, azért, hogy őt megvédjék a vámpírvilágtól. Ő Bellával ellentétben nem szeretne vámpírrá változni, és nem szeretne ebben a vámpírvilágban élni, sőt, ő egy idő után azt kívánja, bárcsak semmi ilyenről ne tudna, és hát ez végül is valóságos, mert hát szerintem sokan lennének így, akik beletévednének egy ilyen világba, de azért ezt hallgatni ilyen nappal, hogy ő mennyire nem szeretne ebben a világban élni, és milyen jó lenne, ha minden normális lenne, az azért így túl sok nekem, szóval ő is ilyen rinyálós karakter, ezért egyáltalán nem szerettem. És az utolsó, Jacob, méghozzá a Vándorosanyom kisasszony különleges gyermekei sorozatból. Nagyon szerettem ezt a sorozatot, és reméltem, hogy egyszer csak túllép ezen a klisés alaptörténeten, de nem igazán lépett túl. Egészen pontosan Jacob Portman egy ugyanolyan karakter, mint Harry, aki nem tud semmit erről a különlegesek világáról, aztán beletéved, és kiderül, hogy már a nagyapja is ebben létezett, de jófejül semmit nem mondott neki erről, úgyhogy még csak véletlenül se készítette fel erre a világra. Az, ahogyan próbálja felfedezni azt a csöpp kis képességét, amivel különlegessé vált ebben a világban, az nekem unalmas volt, megint ugyanazt jártuk végig, hogy ő most akar ebben a világban élni, vagy nem, hogyan tudja összeegyeztetni a saját világával, hogyan hagyja ott a szüleit, amikor ők veszélyeztetettek most így. Szerintem többet ki tudna hozni ebből a helyzetből, ha akarna. Ezek voltak tehát a legutálatosabb főhőseim, most így hirtelen ennyi jutott eszembe. Én azt szeretem, hogyha egy főhős végre összeszedi magát. Biztos vagyok benne, hogy nem értetek velem egyet, és nagyon sok kedvenc sorozatotokba tiportam bele, de azért remélem, hogy ti is néha érzitek azt, amit én, hogy csinálj már, légy szíves, végre valamit a saját ötletedből, a saját erődből, és nem mindig azt várd, hogy a sült galamb a szádba repüljön, és hogy valaki kisegítsen, mert a való életben nem mindig jön oda hirtelen valaki, aki meg tud menteni egy szorult helyzetből. Ennyit szerettem volna mára, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!